következik dr. Asztos Miklós országgyűlési képviselő. Hölgyeim és uraim, kedves régi barátaim, kereszténydemokraták, szimpatizások! Igen, nagy örömömre szolgált, még ebben a nagy hűségben is eljönni önök közé, és látni itt azokat az arcokat, az emelvényen is hármat, közönség sorai között is többet, akikkel 4 évvel ezelőtt, néhány házzal odébb, a Szent Imre gimnázium dísztermében először bontottunk zászlót Budapesten, azzal a jelmondattal, hogy cum deo pro patria et libertate. Ki hitte volna akkor, 4 évvel azelőtt, hogy a nagy, kormányzó, elit párt egyetlen egy mandátummal sem lesz benne a parlamentben, és ez az kis szürke, senki, templom, egere párt, amit a ronda ipszos vagy szonda ipszos vagy minek hívják, 200-ra tagsát, kérem, ezek bent lesznek a parlamentben, és kormányzó párt lesznek. Ugye, hogy érdemes hívni? Barátaim, egy nagyon nehéz helyzetben vagyok, megmondom őszintén, hát 2 ilyen kiváló rétor után, egy miniszteri tényfeltáró objektivitás, egy államtitkári szigorú fegyelem, nemzetközi beszámoló után, hát mi maradhat nekem ebbe a nagy melegbe? Maximum az érzelmek, úgyhogy én most politikáról nem is merek beszélni, mert hát én csak egy kis mezei politikus vagyok, sokkal kevesebb információval rendelkezem, és sajnos sokszor elragad a szívem, elragadnak az érzelmeim, de valahogy én úgy érzem és emlékszem rá, hogy úgy tanultam még a katekizmusban, hogy az embernek értelme és szabad akarata van, de én mindig hozzátettem magamnak azt, hogy érzelme is van. És azért, mert értelme van, azért vagyok kereszténydemokrata, a pluralista demokrácia híve, azért, mert szabad akarata van, azért vagyok ennek az egyháznak a tagjai között, és mivel érzelmem van, büszke vagyok arra, hogy magyarnak születtem. És látom azt a sok fideszkorú fejet. Most nem azért mondom, mert a Fidesz már módosított, hát már be lehet lépni őszfejjel is. Tehát jobban mondhatom ezt a sok fideszkorú fejet. Biztos vagyok benne, hogy önök is úgy éreznek, mint én. Amikor mi az iskolába beléptünk az első tantermünkbe, az első állami, elemi, népiskolai tanterembe, soha nem felejtem el, a tábla mellett jobbra egy kép volt, amin a 2 szárnyas angyal a koronás magyar címet tartotta, és volt egy olyan felirat a másik oldalon, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, és hiszek Magyarország feltámadásában. Felirat, amit 6 éves koromban magamba szívtam és rögződött bennem, ez elkísért egész életemen át, és adja Isten, hogy vezéreljen továbbra is, zökkenőmentesen, azon az úton, amely úton most már elindultunk, a 4 évtizednyi letargia, pusztítás és elnyomatás ellenére. 3 nagyon rövid gondolatot szeretnék mondani, tolerancia, nemzettudat, magyarságtudat, privatizáció kérdése. Tolerancia. Kérem szépen, ha valaki megnézi a magyar szólások és közmondások gyűjteményét, körülbelül 20 000 közmondás és gondolat van benne, de a toleranciáról
összesen egyetlen egy mondat van, és ez pedig az, hogy a türelem rózsát terem. De aztán ott van a másik oldalon, hogy nincsen rózsa tövis nélkül. Tehát a tolerancia, amit az európai politikában olyan sokat és annyit emlegetnek, ami nálunk is nagy politikai követelmény lenne, és amit állandóan, hogy így mondjam, velünk szembe rónak fel, mert szeretnénk a 4 évtized után a víz alól feldugni a fejünket, szeretnénk a keresztény szellemű nemzeti oktatást ismét elterjeszteni ebbe az országba, szeretnénk, ha ehhez az egyházak megfelelő eszközökkel rendelkeznének, és ilyen szellemű közoktatási törvény lenne, és ezért mi vagyunk az intoleránsak. Számomra nagyon tanulságos volt egy olyan uralkodónak a szavai, itt járt körünkben II. Erzsébet őfelsége, Anglia királynője, akik régóta, hogy így mondjam, arisztokratikus uralommal, királyi uralommal meg tudták valósítani a pluralista demokráciát. És mit mondott ez a bölcs királynő, mit írtak neki a szövegébe, amit a mi tudomásunkra hozott? Pontosan a tolerancia kérdésében. Ezt a két mondatot engedjék meg, hogy szó szerint idézzem. Rá kell ébrednünk, hogy tökéletes államnak nincs kész modellje, senkinek sincs joga megszabni, hogy mások hogyan éljenek. Ha ez igaz nemzetközi viszonylatban, miért ne lehetne igaz belföldi viszonylatban, hazai viszonylatban? Ha a keresztény nemzeti szellemű magyarok keresztény nemzeti szellemben szeretnének élni, és ők testesítik meg ennek az országnak a választási eredmények alapján 58%-os többségét, akkor legyenek toleránsunk a más hirdető velünk szembe is. Ne csak rajtunk élni számolni. Második Erzsébet második mondatában azt mondta, hogy az emberi gyengeséget nem számítszhetjük. A tisztességes magatartást sem kényszeríthetjük ki, de mindennapi életünkben példát adhatunk a türelemre, együttérzésre és felelősségre. Hát nagyon szeretnénk, ha ezzel, a jó példával azok járnának elő, akik számunk érik rajtunk ezt a toleranciát. Nagyon érdekes politikai dolog az, figyeljék meg, és elgondolkoztam azon, hogy hogy is van az. Hogy létezik az, hogy egy ortodox baloldali bolsevista hatalom legnagyobb ellenségének tekintette a keresztény hitet és a nemzet tudatot. Tudta, hogy addig, ameddig Isten hit él az emberekben, és addig, amíg egy hazához tartozónak érzik magukat, és addig, amíg az emberekben él a hazaszeretet, a kötelességtudás a haza iránt, addig az ő szellemiségük csak addig maradhat fel ebbe a térségbe, amíg a szurnyaik és a tankjaik is itt vannak. Na de hogyan van ez most? Ez elmúlt, felülünk. Most jön az új modern, szürke állományú elit, a bölcs filozófus guru, nemzetfelettisége, az igazi modern, nagyvonalú világpolgárság. És ennek ugyanez áll útjába. Ennek ugyanúgy halálos ellensége, csak nem ezekkel a módszerekkel harcol. Nem azokkal a módszerekkel, hogy láncot csörget, kancsukát és börtönrácsokat csuk ránk. Finomabb eszközökkel, de harcol továbbra is a keresztény hit ellen, a kereszténység újra erősödése ellen, és harcol a nemzettudat, a magyarságtudat megerősödése ellen. Hát ez megmagyarázhatatlan jelenség, illetve nem is nagyon megmagyarázható, mert tudjuk azt, hogy aki az arany középúton jár, annak mind a jobb, az jobb oldalról baloldali, baloldalról jobb oldali, és tulajdonképpen mindig az arany középút az, ami bizonyos szélsőségeknek az útjában van. És ebbe a nagy karcsörtetésbe, a fehér ateizmusnak, ebbe a támadásaiba igen nagyon élen jár bizonyos önmagát liberálisnak és toleránsnak kikiáltott sajtó. Hadd idézzek
Itt van a Sipkovics Imre, de nem akarom elvenni a kenyerét, de kénytelen vagyok bizonyos költészetek is interpretálni, hadd idézzek versekből olyat, hogy hogyan ilyen lehetne jellemezni, mondjuk a mai magyar liberális sajtó felsőrendűségét, magasabb rendűségét, bizonyos lenézését, ezzel a Mucsai kis keresztény, nemzeti, marati, sárba ragadt és egyéb nézetekkel szemben. Ugye a haladás lemaradása előre törte vonalon, amint nincs, azt mindenki lássa, megírja sajtónk szabadon. A pozitív negatívumnak mobilizált tendenciája a szituációnak újabb effektusait produkálja, az éki csiga viszonylatban megütjük a színvonalat, a csiga sem mehet lassabban, ahogy nálunk a rendszerváltás alatt. A másik ilyen költői gondolat, amit ugyancsak a sajtóból tudhatunk meg, és egy nagyon fontos gondolat, a lényege benne van az utolsó sorában, na hát, most megtudhatják tőlünk, amit mi is szeretnénk tudni, hogy lehetne, ahonnan jöttünk, előre menve, oda visszajutni. Itt van benne a cselt. És ezt kell észrevennünk, hogy ezek a nagy modern előrehaladások, ezek a nagy világmegváltó lépések, ezek tulajdonképpen nem az előrehaladást szolgálják, a visszatérést valamihez, amit a magyar nép 4 évtizeden át elvetett és megvetett. Lehet, hogy a mez most másik, de tulajdonképpen ugyanúgy lenézett néppé, vezetetteké akarnak bennünket degradálni. És hogy kik ezek? Hát ott ülnek mindenütt a szakértők, ugye? Akik korábban is azok voltak, és most is azok. És hogy mondja ezt Váci Mihály a bürokrácia című versében? Szakértelem, hogy mihez értünk? Tulajdonképpen semmihez. Mert most éppen ez a legfőbb erényünk, mert szellemünk egyetemes, nem ám holmi provinciális, magyar részletben elvesző, nép, haza, s más ilyen banális részügy, nem célra vezető. Átfogó világméretekben csak felvetik a problémákat, oldják meg illetékesen fenn a hatalomé a kockázat. Hát ilyen szakértőkkel tele vagyunk, akik felvetik a problémákat, és nem hogy a megoldást segíteni, hanem a megoldást hátráltatják is. Ebben az egész nemzetközi kérdésben sokat olvastam, és azt mondtam, hogy hogyan lehetne ezt legjobban jellemezni, és találtam egy régi magyar költőt, lehet, hogy önök között vannak, akik ismerik, Palánki Lajos, akinek egy kis 4 soros versikéje van, és ez úgy fejezi ki, hogy magyar ki honát megveti, s mindent, ami nemzeti, mindegyre szit, mindegyre mar, ó, az még nem jó nemzetközi, csak ocsmány magyar. Bár mondom, hogy itt már szakszerű magyarázatokat kaptak sok mindenre, de a privatizáció kérdésére hadd mondjak valamit. Számtalanszor föltették nekem a kérdést újságírók, most legutóbb a 168 órában, Jussz László a Kínpadon, hogy ugye mi keresztény demokraták, hát mi azért csináljuk ezt a palávert itt a privatizáció körül, mert hát ugye mi kiszorultunk belőle, mi nem jutunk a konchoz, mi nem vagyunk benne az álvőben, igazgatósági szinten, ezért csináljuk most azt. Jellemző. Azt mondtam, hogy kérem, ugye ki mit él, úgy ítél. Hát önök el sem tudják képzelni azt, hogy egy politikus valóban politikai felelősségből, nemzeti tudatból azért, hogy a hazáját a 4 évtizeden át kizsarolt, kisemmizett magyar állampolgáron segíteni próbáljon, hogy azért szól, nem csak azért, mert koncot akar. És a privatizáció kérdésében sokszor találkozunk szembe fölényes kioktatással, ugye, micsoda kis naív, demagóg, szólamok ezek. Hát kérem, hogy csak egyet mondom, bármikor fogadást ajánlok Csepi Lajos úrnak, álljunk ki bárhol az országba, kérdezzünk meg Budapesten, vidéken, falun, bárhol 100 magyar embert, hogy megvan-e elégedve a privatizációval, ha 5-öt találunk a 100-ból, bocsánatot kérek Csepi Lajostól. De egyetlen feltételem, ne az ávő előtt kérdezzük meg a kijövő dolgozókat. Mert ott a 100 összeegyeztetek. És ebben az egész privatizáció kérdésében
Számomra gyanút azt keltette föl, nagyon sok helyről kaptuk a jelzéseket, hogy valami nem jó megy, hogy kiszorulnak, mindig a magyar jut hátrányba. Az, aki érdekelt lenne a termelésben is, az egyrészt nem kap hitelt, és mindig azt vetették a szemünkre, hogy ugyan kérem, ez közgazdasági kategória. Hát én azt mondom és azt állítom, hogy amikor Angliában Margaret Thatcher visszaprivatizálta a bányászatot, akkor az valóban közgazdasági kategória volt, mert állt mögött egy működő gazdaság, és 12 vállalat, bányavállalat privatizációjáról, azért is kimondtam, volt szó. Tehát nem az egész angol gazdaságról. És akkor valóban érvényesülhettek a vadpiaci, kapitalista, szabadversenyes szabályok, aki bírja, marja, aki többet ígér, vigye. De vajon a magyar privatizációnál, amikor valamire kimondják, hogy a legjobb ajánlat, mert 1000 forinttal több, vagy 1000 dollárral több, mint amit a magyar ígérne, akkor hozzáteszik-e azt, hogy viszont mivel külföldi befektető viszi el a tulajdont, adómentességet fog élvezni, az államkincstár el fog esni egy bevételből. Azon kívül rögtön azzal kezdi, és még nagy szerződési vívmány közlik, hogy 15% lesz csak évente a létszám leépítése.